Sziasztok, Árvai Angelika vagyok, és ez itt a Borokról könnyedén. Mai témánk a házlevelű szőlőfajta lenne. Ami a tokai borvidék második legfontosabb szőlőfajtája. Ezt a szőlőt is lehet más területeken megtalálni, például Somlón vagy a Balaton mellett. Magáról a szőlőről annyit, hogy sokkal nagyobb a fürtje, tehát így mutatom, remélem látszik, mondjuk egy furmint ekkora alap esetben, egy házlevelű pedig ekkora. Szoktuk azt mondani, hogy kismalac méretű házlevelű fürtöket is találhatunk a tőkéken, és távolabb vannak egymástól a bogyók, ami az édesbor készítésénél lehet szempont, hogy kevesebb rajta az alszószem általában, mint a furminton. Ha a száraz borokat nézzük, akkor meg is nézném, hogy milyen illatokat és ízeket lehet benne megtalálni. Illatra kicsit más, mint a furmint, tehát több méz, tehát hásméz jelenik meg benne, aztán emellett előfordulhatnak itt is zöld fűszerek, és a tokai ásványosság, tehát sósság is megjelenhet, illatában és ízében egyaránt. Aztán, amikor először vitt az amerikai kereskedőnk házlevelűt, nagyon meg voltam lepődve, mert a furmintot könnyű kimondani, a házlevelűt nem. Aztán azóta csinált is egy zenei videót, amit majd lentre be fogok linkelni, ha van kedvetek megnézni, hogy hogyan is képzelik el a harsh life-ot az amerikaiak, akkor nézzétek meg velünk, és kóstoljatok meg egy házlevelűt. Ha kérdésetek van, akkor továbbra is várom a Borokról könnyedén csoportban, és az angelika@arvai.eu e-mail címen. Sziasztok!